Este 7 óra után hosszú sorban várakoztak a korcsolyázás szerelmesei, hogy bejussanak a jégcsarnokba. A jégpályák éjszakáján volt, aki hosszú évek kihagyása után húzott újra korcsolyát a lábára. A netről nézte itt a feleségem, a kislányom volt itt múlt héten talán, vagy két hete, és úgy döntöttük, hogy megnézzük, hogy milyen. Én körülbelül 15 éve nem voltam. Hogy most kipróbáljuk, hogy milyen. A Magyar Jégkorong Szövetség kezdeményezésébe a fehérvári ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok idén is bekapcsolódott. A korcsolyázni szeretők ezúttal hosszabb ideig hódolhattak a szenvedélyüknek, este 10 óráig csúszhattak a jégen. Nekem nagyon tetszik igazából, minden hétvégén nagyjából itt vagyok. Az előző évben egyszer sem nem voltam itt, mindig itt vagyok kb. Szóval igen. És nagyon tetszik az egész. Én sokat szoktam ide járni, mert a meccseket ugye megnézzük itt, és szerintem nagyon jó, hogy vannak ilyen nyílt napok, amikor a meccs helyszínén tudnak korcsolyázni az emberek. Közönség korcsolyára mindig nagy az érdeklődés, de a jégpályák éjszakáján a megszokottnál is többen látogattak el a csarnokba. Ez alkalommal hangulatos fényekkel világították meg a teret. Igazából én majdnem az összes közkorin itt szoktam lenni, mert hát nagyon szeretek korcsolyázni, és örülök, hogy igazából ének a fények, mert sokkal hangulatosabb az egész, és sokkal több kedvem van igazából eljönni. Hát látszik a tömegen is, hiszen ugye sokkal többen vannak, de igazából engem ez annyira nem zavar, és örülök, hogy egy kicsit ilyen változatosabb így az egésznek a hangulata. Az éjszakai lehetőség megmozgatta a város lakosságát, de nem csak Székesfehérvárról és a környékről érkeztek korcsolyázni. Még jobban megtanulja korcsolyázni, mert nagyon rég volt már, és hát a barátnőm hívott, hogy jöjjek el vele korcsolyázni, mert ő innen környékről valóban. Én meg nagyon messziről, mert konkrétan nem is Magyarországról jöttem, hanem Szlovákiáról, Pozsony környékiről. De hát mondom, hogy ha már elhívott, akkor jövök. És hát felavattam az új korcsolyámat is, hogyha már karácsonyra kértem egyet. És hát nem gondoltam volna, hogy ennyien sokan lesznek itt, de hát akkor megpróbáljuk. A korcsolyázókat a jégpályák éjszakája után is várják az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. Közönség korira hétvégenként, szombaton és vasárnap 17 és 20 óra között van lehetőség.